Köszöntöm Önöket, ez az ATV Híradó, Nemes Anna vagyok. A felsősök és a középiskolások számára is elindult a jelenléti oktatás, a 16 és 18 év közöttiek újra regisztrálhatnak az oltásra. Van kereslet a hamisított védettségi igazolványra, szakemberek szerint a csalóknak nincs nehéz dolguk. És a kormányhoz képest merőben másképp használná fel a főváros az uniós helyreállítási alapforrásait, mondja Karácsony Gergely. Mától újraindult a jelenléti oktatás a gimnáziumokban és a felső tagozatokon. A szülői hangközösség képviselője szerint ugyanakkor elvárható, hogy azok, akik még nem érzik magukat biztonságban, otthon maradhassanak. Az állami hírügynökség azt írja, a 16-18 évesek 40%-a regisztrált az oltásra. Immunizálásukat csütörtökön kezdik meg. Továbbra is visszaszorulóban van a járvány Magyarországon. Csökken az új fertőzöttek, a kórházban ápoltak és az elhunytak száma is. Utoljára 70 napja volt 100 alatt a napi halálesetek száma. Május 13-ától újraindulhatnak a halasztható műtétek és a rehabilitációs ellátások is. A betegfelvétel feltétele viszont az érvényes védettségi igazolvány. Akiknek ez nincs, azoknak negatív PCR-tesztet és a műtét napján negatív antigéntesztet kell felmutatniuk. Azt a Telex tudta meg, hogy a védettségi igazolványal nem rendelkezőknek saját költségen kell kifizetniük a mintavételeket. Én azt felháborítónak tartom, hogyha a tervezett műtétekhez az illetőnek saját magának kell pénzért tesztet csináltatni. Nagyon fontos lenne széles körben elérhetővé tenni az ingyenes antigén teszteket, mert így dolgozik Ausztria is, Németország is, nekünk is ezt kellene bevezetni. Május 10-től újraindul a jelenléti oktatás a középiskolákban és az általános iskolák felső tagozatán. Sokan viszont úgy gondolják, a tanévből még fennmaradó 5 hétre nem érdemes kockáztatni. A tárca most is levélben fordult az intézményvezetőkhöz, hogy a visszatérő évfolyamok esetén a hiányzásokat rugalmasan kezeljék, épp úgy járjanak el, mint az alsóbb évfolyamok esetén. A kormány döntése alapján az iskolák saját hatáskörben dönthetnek a hiányzás engedélyezéséről, amennyiben azt a szülő kérvényezi. A szülői hang közösség képviselője szerint a törvényi szabályozás nem elég egyértelmű. Mi úgy gondoljuk, hogy jelen helyzetben teljes mértékben elvárható, hogy valamennyi intézményvezető a szülői kérést azt méltányolja. Nem elfogadható az, hogy az egyik intézmény mondjuk elfogadja, három utcával arrébb pedig egy ugyanolyan kérvényt már nem fogadnak el. Miklós György úgy látja, a szülők többsége engedni fogja gyerekét az iskolába, ugyanakkor azoknak, akik otthon maradnak, biztosítani kéne az online közvetítések és az osztályozhatóság feltételeit. Az MTI értesülése szerint a péntek évféli koronavírus elleni oltásra regisztrált 16-18 évesek száma meghaladja a 84 ezret, ami a korosztály több mint 40%-a. György István, az országos oltási munkacsoport vezetője elmondta, Pfizer vakcinára hétfőn, kedden és szerdán foglalhatnak időpontot, oltásukat csütörtöktől kezdik meg. Ha megjelenik az indiai mutáns, valószínűleg újra kell tervezni a járványügyi szabályokat. Erről a Startban beszélt a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Havasi Katalin szerint az, hogy az iskolanyitás biztonságos lesz-e, jelentős részben a felnőtteken is múlik. Fontos ugyanis, hogy betartsák a szabályokat és a gyerekeiket is erre biztassák. Hozzátette, nagyjából egy hónap múlva lesz látható, hogy mindez sikerült-e. Csak azoknak kell kifizetniük a PCR-teszt árát a műtétjük előtt, akik nem akarták beoltatni magukat, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma az RTL Híradóval. Kásler Miklós miniszter pénteken beszélt arról, hogy vagy érvényes védettségi igazolvány, vagy 48 órán belüli negatív teszt a feltétele a május 13-ától újrainduló nem sürgős beavatkozásoknak. Ezt a kijelentést pontosította a minisztérium most azzal, hogy aki önhibáján kívül például az egészségügyi állapota miatt nem tudta felvenni az oltást, annak a tesztet a kórház finanszírozza. Viszont aki úgy döntött, hogy nem kéri az oltást, annak fizetnie kell a tesztekért.
Hiába hirdette meg az újraindulást az egészségügyben Kásler Miklós szerdára, még hetekbe telhet, mire ténylegesen beindul a betegellátás, írja a Népszava. A lapnak egy neve elhallgatását kérő kórházvezető beszélt arról, hogy túl sokat várnak el az ágazat irányítói az egészségügyi dolgozóktól, mert egyidejűleg kellene fokozni az oltási tempót, fenntartani a COVID részlegeket és újraindítani a lakossági ellátást, amire nincs kapacitás. A kórházak a járvány alatt 30-40%-kal kevesebb beteget fogadtak. A Népszava szerint több ezren várnak szívkatéterezésre, csípőprotézisre és gerincműtétre. Nem túl bonyolult a védettségi igazolvány hamisítása, mert gyengébb biztonsági szintű kártya a bankkártyánál. Ezt mondta a biztonságpolitikai szakértő annak kapcsán, hogy sajtóhírek szerint csalók már hamisítják az igazolványokat. Közben egyre többen várnak a kártyára. A koronavírus sajtóközpont azt ígéri, az összes panaszt kivizsgálják. Felértékelődött a védettségi igazolvány még akkor is, ha hamis. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint a kártya koppintása nem is nagy kihívás az alvilág erre szakosodott bűnözőinek. Egy bankkártyánál ez egy gyengébb biztonsági szintű kártya, a védettségi igazolvány, tehát én azt mondom, hogy ilyen szempontból a hamisítása nem túl bonyolult, és azok az emberek, akik adott esetben bankkártyák hamisításával foglalkoznak, egy ilyen védettségi igazolványt pillanatok alatt tudnak előállítani. Az egykori bíró Sándor Zsuzsa szerint tartalmában is hamis lehet a védettségi igazolvány. Legalábbis azok egy része és átmenetileg, mert az immunitás a két adagos vakcinák esetében a második oltás után alakul ki pár nappal. Vagyis a kormány millió számra készített hamis közokiratot, annak hamisítását pedig minden korábbinál súlyosabban bünteti, fogalmaz a volt bíró. Májusban 3 évről 5 évre emelkedett a védettségigazolvány hamisításának büntethetőségi felső határa. Ráadásul egyre többen várakoznak a plastikkártyára, és nem értik, hogy miért nem használhatják annak megérkezéséig a lepecsételt papíralapú igazolást a védőoltásról. Híradónknak egy nyugdíjas informatikus is nyilatkozott, aki magyar, de német az állampolgársága. Szerinte a panasz kezelés sem a legszakszerűbben történik. Amikor én egy internetes felületen jelentek valamit, akkor azonnal jön egy e-mail nekem, hogy elfogadták a jelentésemet. Ezt valahogy nagyon gyorsan csinálták, és hanyagul. Jelentős volt. Kujas Gergely miniszter a legutóbbi kormányinfón türelmet kért, és azt ígérte, hogy 1-2 héten belül orvosolják a panaszokat. Néhányan azonban mégis tudják igazolni védettségüket, igazolvány nélkül is. A TASZ munkatársa híradónknak azt mondta, tudomásuk van arról, hogy kiadott már úgymond átmeneti igazolást is a kormányhivatal. A TASZ-hoz kizárólag az ügyfeleinken keresztül érkezett az információ, hogy ezt milyen rendszer szerint kinek adják, és egyáltalán hogyan lehet ilyenhez hozzáférni, de tudunk arról, hogy a kormányhivatal bizonyos esetekben kiad ilyen, gyakorlatilag a plastikkártyát pótló vagy helyettesítő igazolást. A koronavírus sajtóközpont kérdéseinkre azt válaszolta, hogy az összes esetet ki fogják vizsgálni. 677 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, az elhunytak száma pedig ismét 100 alatt van, 91 beteg vesztette életét. A koronavírus áldozatainak száma ezzel 28.693 főre emelkedett itthon. Jelenleg 3.384 beteget ápolnak kórházban, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltás első dózisát eddig 4.305.000-en kapták meg, a második adagot pedig 2.503.000-en. Törökországba is lehet utazni magyar védettségi igazolvánnyal, közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a két ország megállapodott arról, hogy kölcsönösen elfogadja az egymás által kiállított dokumentumokat, ami azt jelenti, hogy bármilyen vakcinával lehet törökországi nyaralást tervezni. A miniszter hozzátette, az utazás nem jár majd karantén kötelezettséggel. Spanyolország és Belgium megkezdte a járvány miatt elrendelt szigorú korlátozások fokozatos törlését. Spanyolországban visszavonták az éjszakai kijárási tilalmat, Belgiumban pedig megnyitottak az éttermek teraszai. Közben az Európai Unió vezetői a portói szociális csúcs után arról beszéltek, hogy júniusban jön az uniós digitális oltásigazolvány.
A visszakapott szabadságot ünnepelték ezek a fiatalok Madridban, miután a spanyol régiók többségében szombaton éjjel hivatalosan is törölték a kijárási tilalmat. Rendkívül boldogok vagyunk, hogy végre vége. Várban dolgozom, remélem, hogy visszamehetek az állásomba, mondta egy ekvádori vendégmunkás. A barcelonai tengerparton is ezrek partiztak, miután a spanyol kormány visszavonta az októberben bevezetett egészségügyi vészhelyzetet. Mostantól utazni is korlátozások nélkül lehet 4 régió kivételével Spanyolországban. A hétvégén Belgiumban is elkezdődött a fokozatos nyitás. Az éttermek és a sörözők a több mint 200 napos leállás után kisebb csoportokat kiszolgálhatnak a teraszokon, már amelyik nem ment tönkre. 17 000 eurót gyűjtöttünk össze a közösségi médián és videóüzeneteken keresztül, miután a válság miatt csődbe mentünk. Most mégis itt vagyunk a segítségnek köszönhetően, mondta egy bármenedzser. Kölnben hosszú sorok kigyúztak a hétvégén a központi mecset előtt, miután kiderült, hogy az AstraZeneca oltóanyagból 2000 adagot itt adnak be az elsőként érkezőknek. Németországban csak nemrég engedélyezték a 60 év alattiak számára ezt a vakcinát. Össze vagyunk zavarodva, és kicsit mérgesek is vagyunk, mert nehezen megy az oltás, most meg ez a verseny. Minden esetre eljöttünk, mondta ez a helyi férfi. A 83 milliós Németországban, ahol napi 13 ezer körül van az új fertőzöttek száma, a kormány a tömeges oltás felgyorsítását ígérte. Indiában közben egyre többen sürgetnek országos egészségügyi zárlatot, miután második napja haladta meg a 4000-et az egy nap alatt regisztrált COVID halottak száma. Új-Delhiben és Uttar Pradesh államban már most kijárási tilalom van érvényben, amit május 17-ig meghosszabbítottak. Nem hosszabbítja meg a szerződését az AstraZeneca-val az Európai Bizottság. A döntést a szervezet azzal indokolta, hogy bizalomhiány alakult ki a brit-svéd gyógyszergyártóval szemben a lassú szállítások miatt. Az AstraZeneca 2021 első negyedévében a vállalat 120 millió dózisból csak mintegy 30 milliót szállított le, vagyis a szerződésben foglalt mennyiség negyedét. Továbbra is szigorú szabályok vannak érvényben Németországban, az éttermek teljesen, a boltok nagy része zárva van. Amelyik üzlet azonban mégis nyitva van, oda csak időpontfoglalással és negatív COVID-teszttel lehet bemenni. Üres utcák, ez jellemzi most a néhai forgalmas Hamburgot. Egy helyi vállalkozó szerint a járvány teljesen tönkreteszi az életüket. Itt Hamburgban egyszerűen minden le van zárva. Mindenhol az arcmaszkokat kell hordanunk, ez nagyon megnehezíti az életünket, és teljesen elveszik a szabadságunkat ezek a COVID intézkedések. Az éttermek sem nyithattak ki, szigorúan csak elvitelre lehet ételt vásárolni. Van olyan neves étterem, ami zárva maradt, mert nem éri meg neki, hiszen elvitelre alig vásároltak náluk. Most nagyon nehéz nekünk, mert a mi kis éttermünk zárva van. Az étel csak elvinni lehet, mindenki home office-ban van, nem nálunk esznek, hanem inkább otthon főznek. Ez a férfi üzleti útra jött Hamburgba, először jár a városban. Azt mondja, a hotel, ahol megszállt, teljesen üres, és a szabad idejében sem tud sok mindent csinálni, mert a múzeumok és a mozik is zárva vannak. Én üzleti úton vagyok, most kicsit körülnézek a városban a hétvégén, de minden üres és zárva van. Bevallom, így egy kicsit unatkozom. Az elektronikai üzletek viszont nyitva vannak. Például ez is, de csak időpontfoglalás után és egy negatív koronavírus teszt birtokában lehet bemenni, amit a bolt mellett lehet megcsinálni. Azt állítja az egyik eladó, hogy a beoltottak védettségi igazolvánnyal bejöhetnek hétfőtől, de a többieknek továbbra is tesztelni kell. Egy idős férfi szerint hatalmas pofon ez a gazdaságnak, hogy az ország nagyjából fele nem működik. Ha nem nyithatnak ki, hamarosan sok vállalkozás a csőd szélére sodródik. Véleményem szerint olyan gyorsan ki kell nyitni az országot, amilyen gyorsan csak lehet, mert baj lesz a gazdasággal. Úgy tudom, hétfőtől mehetnek azok boltba, akiknek van oltási könyvük, csak úgy, mint önöknél Magyarországon, mondja ez a férfi. Annyi biztos, hogy Hamburg belvárosa a hétvégére teljesen kiürült, alig látni sétáló embereket. Egyébként a sima maszk itt nem jó, mindenkinek FFP2-es maszkot kell hordania. Az emberek nagyon mérgesek, szeretnék, hogyha már újra nyitnának az éttermek, a bevásárlóközpontok és az üzletek. Mindenki szeretné már visszakapni a régi életét. Szalai Péter tudósította az ATV híradóját Hamburgból.
Egyeztetésre hívta Karácsony Gergelyt és Baranyi Krisztinát a Diákváros és a Fudán Egyetem ügyében Palkovics Lászlót, tudta meg az ATV.hu. Az innovációs és technológiai miniszter május 17-én tájékoztatná a kormányzati tervekről a főpolgármestert és Ferencváros polgármesterét. Baranyi Krisztina a portálnak azt mondta, elmegy az egyeztetésre, de sok jóra nem számít, mert azt várta, hogy a döntés előkészítésébe is bevonják őket. A kerületvezető és Karácsony Gergely népszavazást szorgalmazott a kínai egyetem ügyében. Palkovics László pedig a múlt héten jelentette be, hogy kezdeményezi, a kormány nyilvánítsa nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá a Fudán Egyetem építését. Négy alapelv mentén költeni el az Európai Uniótól érkező 6000 milliárd forintos összeget Karácsony Gergely. A főpolgármester egy online eseményen arról beszélt, hogy a gazdaság talpra állítására, a digitalizáció megerősítésére, a társadalmi szolidaritás erősítésére és a zöld átállásra fordítanák a pénzt, míg a kormányzat elképzelésében azt látták, a pénz jelentős részét az építőipar kapná. Híradónknak a fővárosi Fidesz úgy reagált, olyan főpolgármestert szeretnének, aki nem pártpolitikával, hanem a fővárossal foglalkozik. Én azt gondolom, hogy minél többen vannak ott egy asztalnál, annál okosabb döntések születnek. Az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi alapjából lehívható 6000 milliárd forint elköltésével kapcsolatban fogalmazott így Karácsony Gergely. A főpolgármester egy online eseményen mutatott be tervet arról, hogy szerinte mire kellene felhasználni ezt a pénzt. Mi tulajdonképpen négy pillérre építjük ennek a 6000 milliárd forintnak az elköltését. Eddig is azt gondolom, hogy ezek nagyon jól érvelhető, hogy miért ezeket szeretnénk. A gazdaság talpraállítása, digitalizáció megerősítése, és a két legnagyobb láb, tulajdonképpen a legnagyobb pillére, a szociális gondoskodás, a társadalmi kohézió, a társadalmi szolidaritás erősítése, és a zöld állatállás. A kormány tervezete szerint a helyreállítási keretet 9 fő fejlesztési komponensre költenék. János Hida polgármestere azt mondta, ha nem lenne a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, talán nem is tudna erről a programról. Én úgy gondolom, hogy minden magyar település szeretett volna sokkal szervesebben kapcsolódni ehhez a programhoz, meg a program előkészítéséhez. Sajnos ez nem sikerült, mert hogy majdnem azt lehet mondani, hogy titokban ment ez az egész programalkotás, és a tervnek a társadalmasítására nem nagyon került sor. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Lengyelországot hozta fel példaként, ahol a kormány először kizárta az egyeztetési folyamatból az önkormányzatokat, később viszont megállapodást kötött erről az ellenzék és a kormánypárt. Ebben a konszenzusban egyébként 30%-a ennek a pályázatnak a lengyelek esetében önkormányzatokra fordítandó, illetve az önkormányzatok javaslata alapján fogják elkölteni. Andor László korábbi uniós biztos arról beszélt, az előző válság alatt nagyjából 2 év kellett ahhoz, hogy az unió megtalálja, hogyan lábalhatunk ki belőle. Most viszont nagyjából a járvány kitörése után 2 hónappal kész volt a koncepció, ami aztán az európai vezetők asztalára került. Ez lényegében félresöpört olyan tabukat, amelyek korábban az európai költségvetés körül éltek és korlátok közé szorították a cselekvést, például azt, hogy az uniós költségvetés csak az összjövedelem 1%-a lehet. Ez majdnem megduplázódott. Megkeresésünkre a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportja úgy reagált, Karácsony Gergely ismét nem Budapesttel és az itt élőkkel foglalkozik, ami a feladata lenne, hanem úgy tűnik magasabb ambíciói vannak. Azt írták, ők olyan főpolgármestert szeretnének, aki nem pártpolitikával, hanem a fővárossal foglalkozik. Nem indul újra egyéniben Miskolcon Jakab Péter. A Jobbik elnöke közösségi oldalán azt írja, azért nem lesz egyéni jelölt, hogy a miniszterelnök jelöltségre koncentrálhasson. Hozzáteszi, 2018-ban 127 szavazattal maradt le a Fidesz jelöltje mögött. 2022-re pedig mindvégig úgy tekintett, mint a revans évére. De már nem csak egy, hanem 106 választókörzetben kell revansot vennie az Orbán kormányon. A Jobbik Jakab helyett Szilágyi Szabolcsot indítja a körzetben. Egy ember súlyosan, egy pedig életveszélyesen megsérült, amikor lezuhant a repülőjük a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Törökszent Miklósnál. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy egy magánreptérről szálltak fel, majd nem sokkal később, eddig ismeretlen okból visszazuhantak a földre. A gépen 2 utaztak, egyikük a roncsba szorult, őt a tűzoltók szabadították ki. Az egyik városszéli ház kertjének közelébe csapódott és furodott a földbe a repülő nem sokkal azt követően, hogy a közeli repülőtérről felszállt. Az egyik szemtanú azt mondta, ő már akkor látta, hogy baj van, amikor a gép még a levegőben volt. A
repülőgép jött onnan a felszállóhelyről, itt tett egy kanyart, vagy én nem tudom, itt a fánál elment, és lezuhant ott hátul. Mi gyerekikkel voltunk itt kint, még a kislánynak mondtam is, hogy a repülő, mert nagyon érdekli, és itt átszaladtam keresztül. A nő azt is elmondta, hogy amikor odaért, a gép egyik utasa már kiszállt a roncsból, a másik utas viszont beszorult. Már szaladtunk is. Én már csak arra lettem figyelmes, hogy itt átmentünk keresztül, hogy a repülőgép már benne van, bele van félig fúródva a földbe. A fiatalember meg nem tudott belőle kijönni, mert beszorult a roncsok közé. A másik meg ott állt a repülőgép előtt. Egy ilyen saját motorral is rendelkező, de alapjában vitorlázó repülővel szállt fel a két férfi. Úgy tudjuk, hogy egy 58 éves szolnoki és egy 50 éves helyi utas volt a gépen. A légijárműben kettő férfi tartózkodott, melyek közül az egyikük súlyosan, míg másikuk súlyosan életveszélyesen megsérült, őt mentőhelikopter szállította a szegedi kórházba. A légi baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, légi közlekedés veszélyeztetése miatt indítottak eljárást. Hazugsággal csalt ki pénzt autósoktól egy Mátra verebélyi férfi. Azzal állította meg a sofőröket, hogy az autójuk által felvert kavics sérülést okozott a szélvédőjén. Többen is fizettek a csalónak. A Nógrád megyei Tar egyik utcájában is próbálkozott a férfi azzal a trükkel, hogy autókat állított meg, mondván kavicsokat vertek fel, és ezzel kárt okoztak az ő kocsijában. Az eddigi vizsgálatok szerint legalább 4 településen próbálkozott ezzel a történettel, összesen 7 autót megállítva. Volt olyan, aki el is hitte a meséjét. Tévedésbe ejtette, illetve megkísérelte a járművezetőket tévedésbe ejteni, majd tőlük pénzt követelt az okozott kárért. A férfi 3 sértettül így összesen 28 ezer forint készpénzt kapott, illetve csalt ki. Munkatársaim a férfit beazonosították, elfogták és a Bátonyszerenyei rendőrkapitányságba állították elő. Autósokat is kérdeztünk a csaló által használt útvonalon. Azt mondták, ők a helyszínen biztos, hogy nem fizetnének, akkor sem, ha kárt okoznak. Ha engem állítanák meg így, hát valószínűleg nem tudnék mit csinálni, vagy nem tudna ő sem mit csinálni, mert nem tudná bizonyítani, hogy én voltam. Nem lenne semmi bizonyító, hogy én vertem fel azt a kőfelverődést, én okoztam. Tehát valószínűleg ott hagynám az embert. Hallottam már ilyen helyzetről, ezért nem hiány fizetnék, kihívnám a rendőrséget, és majd ők eldöntenék, hogy jogos-e a követelés, vagy nem. Csak úgy nem fizetünk mindenféle csalónak. A rendőrség arra hívta fel az eset kapcsán a figyelmet, hogy pénzzel sose próbálják rendezni a kisebb balesetek helyszínén a károkat a felek, használják a biztosítási bejelentőt, ha pedig nem tudnak a felelősség kérdésében megegyezni, akkor hívjanak rendőrt. A híradó után kezdődik a fórum, Szlazsánszky Ferenc várja önöket. Szervusz, Szari, milyen témákkal készültél? Szervusz, Anna, köszöntöm a kedves nézőket. Témáink nyilvánvalóan a koronavírus, örvendetesen csökkent az új fertőzöttek és a napi halottak száma. Nem tudom, hogy igazuk lesz azoknak, akik azt mondták, hogy a nyitás után 2 héttel meg fog emelkedni ez a 2 adat. Egyelőre épp az ellenkezőjét látjuk, bárcsak így maradna. Aztán beszélhetünk arról, hogy elkezdődött a jelenléti oktatás felső tagozaton és a középiskolákban, vagy arról, hogy miként osztaná el az Uniótól beérkező 6000 milliárd forintnyi támogatást Karácsony Gergely. Persze nem ő fog elosztani, de azért még eljátszhat a gondolattal. Szóval ezek a témáink. Köszönöm szépen, Feri, most tehát jön a fórum, maradjanak velünk. Friss hírekkel pedig 17:25-kor Gajdos Tamás várja önöket. Én már megköszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!